Szia! Ebben a videóban a pránáról beszélnék neked. Hiszen ez a szó rengeteget előfordul a jogában, a júrvédában, vagy bármiben, ami a védikus kultúrával kapcsolatos, és azt tapasztalom megint csak, hogy valaki jól használja ezt a szót, valaki rosszul. És hogy letisztázzuk a helyzetet, akkor most arra gondoltam, hogy pár szóban elmondanám neked, hogy mi is az a prána, mi a jellemzői, mi a tulajdonságai, hogyan működik, mik a forrásai. Úgyhogy ebben az előadásban ezekről hallhatsz. Tehát akkor mi is az a prána? ha röviden akarnám megválaszolni, annyit mondanék rá, hogy anyagi energia. Tehát így ennyi. <laughs> És akkor meg is vagyunk vele. Itt ezért fontos hozzátenni az energia szó elé az, hogy anyagi, mert ez valóban anyagi energia. Tehát nagyon sok esetben jogások ezt lelki energiának, lelki minőségnek tituálják, de ez nincs így. Tehát nagyon fontos, hogy a anyagi világban van jelen a prána, az anyagi természetet, anyagi testet, anyagi tudatot működteti. Tehát itt van jelen. Viszont ebben az anyagi kozmoszban mindenhol jelen van, mindent áthat. Tehát tényleg a világban is ott van, az elemekben is ott van, bennünkben is, bennünk is ott van, a durva testünkben, finom testünkben is ott van, tehát mindent áthat, de fontos akkor tudni, hogy az anyagi világban van így. A lélek kell nincs kapcsolatban, bár a práni, prána az, ami körülveszi a lelket, de valójában a léleknek van lelki energiája, illetve a lelki világban, a, a, lelki szférákban, ott lelki energia van, ott nincs prána. Tehát a prána, akkor itt ez a legfontosabb, hogy egy anyagi energia. Méghozzá az éter elem építi föl, ugye az öt őselem a föld, víz, tűz, levegő, éter. Tehát az őselemek közül az éter a legfinomabb, és ez a finom elem építi föl a pránát, és ez az éter, ez ugye mindent áthat, így a prána is mindent áthat mindenhol jelen van. És akkor működteti igazából az anyagi világot. Hát csak gondolj bele, hogy az anyagi világ, meg a test valójában az olyan, mint egy gép, és akkor működteti a gépet, ugye a léleg, de maga a test és a természet azok a törvényszerűségek alapján működnek. És minden működéshez kell energia. Ha belegondolsz, a háztartási gépekhez is kell energia, kell az áram. Az áram termelődik valahol, ugye az erőműbe. Az erőműből vezetékeken keresztül, villamos vezetékeken keresztül eljut a felhasználóhoz az áram, és akkor világít a lámpa, a szív, a porszívó és a többi. Ugyanígy, ez a prána, ez van a természetben, az őselemekben van benne, és ezekből tudjuk kivenni föltölteni magunkat, és működtetni a testünket. És nagyon fontos, hogy a testnél ez a prána nem csak a látható anyagi testet járja át és működteti, hanem a kevésbé látható, ugyanakkor mégis érezhető belső testet, vagyis amit úgy szoktunk mi hívni, hogy finom fizikai testet, vagyis a tudatot, a pszichét, azt is átjárja a prána. Hiszen a gondolatoknak, az érzéseknek, tehát a szellemi tevékenységnek is kell energia, hogy működni tudjon, és a prána biztosítja ezt az energiát. Tehát akkor a prána, ez az anyagi energia ott van a tudatban is, és ott van a anyagi testben is. Gyakorlatilag mind a kettőt átjárja, és ami még érdekesség, hogy a kettő között hidat is képez. Tehát mint egy összekötő elemként van jelen és ez a pránikus test, akkor átjárja a tudatot, anyagi testet is, és ezt teheti, ez teszi lehetővé azt, hogyha valamelyik testben változás történik, az, az a másikra is kihat. Tehát, ha tudatomban van valami érzelmi világ, akár pozitív, akár negatív, az rá tud vetülni a testre, és akár pozitív, akár negatív módon tudja befolyásolni annak működését. Tehát van egy érzelmi feszülésem, stresszes vagyok, aggódok, félek, akkor az a fajta Tudati feszültség, az rá tud menni az izmokra, belső szervekre, és ott is tud okozni feszültséget. De fordítva is igaz, van boldogság, öröm, van egy mentális ellazulás, jól sikerül egy relaxáció, meditáció, kilazul a tudat, akkor rögtön kilazul a test is, a belső szervek, az izmok. Tehát így van hídként jelen a prána, a pránikus test, a tudat és az anyagi test között. Tehát ez az egyik ilyen fő jelleme. És akkor a másik az, hogy működteti mindkettőt, ami még érdekesség, hogy ez a prána a testen belül nádikon keresztül áramlik, nádi az energiapálya. Ez az energiapálya az ugyanaz, amit a kínaiak meridiánnak hívnak. És akkor vannak energiaközpontok, ahol az energia tud leadásra, felvételre kerülni, illetve tárolásra is ezek a energia központok, a csakrák. Ezekről majd külön is fogok bővebben beszélni, most csak tudd, hogy az energia központokat csakráknak hívjuk, és akkor a prána a, 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 raktározódik benne, vagy illetve, ahogy mondtam, le is föl is tudjuk adni az energiát. Uh, ahogy mondtam neked, ez a prána ott van a természetben, az a forrása, de lehet ezt kicsit konkretizálni, megint csak az öt őselem az, amiben benne van, hogy ez a föld, víz, tűz, levegő és éter, ezeken keresztül tudjuk fölvenni. Tehát mm, a föld elemből a pránát úgy tudjuk kivonni, amikor táplálkozunk. Hiszen gondolj bele, amikor a élelem termelődik, ott van a gabona, a gyümölcs, a zöldség, stb benne van a földben, akkor ő nem csak a vitaminokat, ásványi anyagokat szívja magába, miközben érlelődik, hanem a pránát, az életerőt is magába szívja, mint egy föltöltődik. És amikor te megeszed ezt a gabonát, zöldséget, gyümölcsöt, akkor az anyagon, tehát a makro-mikro elemeken kívül, akkor te még energiát is magadhoz veszel. Minden egyes falat, egy kis akkumulátor, és akkor töltöd a testedet. Tehát ezért nagyon fontos, hogy olyan ételeket együnk, ami minél inkább a természettel közelbe vannak. Tehát most már ezt így hívjuk, hogy bio, meg organikus, meg ilyenek. Mert akkor az, Tele van ez életerővel. Pont ezért van az, hogy képzeld el, hogy te csak tápszeleteket, tehát fehérje szeleteket, vitaminkapszulákat ennél, tehát csak az anyagot vinnéd be, nem, nem tudnál életben maradni, előbb-utóbb beteg lennél, mert nem viszel vele be energiát. Viszont ha igazi ételt eszel, akkor viszel be energiát is. Tehát ezért fontos a megfelelő és minőségi táplálkozás. A másik a víz. A víz, amit iszunk, tehát az ivás során kerül ez a energia belénk, illetve hát ne felejtsük el, a zöldség gyümölcsökbe is van nedvesség, és úgy is jön, de elsődlegesen itt az ivásra gondolunk. Ezért megint nagyon fontos, hogy amit megiszunk vizet, az hát igen, minél inkább természetes legyen. Mi lenne a legjobb? A forrásvíz, patakvíz, kútvíz, ezek. Hiszen ezek a természetben vannak. A természet erői körülveszik, a prána körülveszi, föltölti, és amikor te megiszod ezt a forrásvizet, akkor megint nem csak H2O t út viszel be, meg ásványokat, hanem életerőt is. Csak próbáld ki egyszer, hogy iszol egy, nem tudom, csapvizet vagy palackos vizet, meg kimész a pilisbe, leellenőrzött forrásvizet megiszol, egy pohár ebből, egy pohár abból, hát eleve az íze is tök más lesz, az állaga is más lesz, és az élmény, az érzet, amit ad, az is. Tehát azért van ez, mert ott van benne a prána. Úgyhogy amennyire csak tudunk, ilyet kéne inni. A tűz, elem, ez úgy jön, hogy többféleképpen egyrészt mennyi az élelemben van benne, hiszen amikor a gabona, a zöldség, gyümölcs érlelődik, a nap energiáját is magába szívja, és amikor eszelte, ezt magadhoz veszed. A másik a főzés. Tehát a, Átlagos joga, az átlagos, vagyis a joga és az ajurvéda az átlagos embereknek nem ajánlja a folyamatos nyers étkezést, hanem ő mindenképp a főzés-sütést javasolja. Tehát, hogy ilyen ételeket is együnk, mert maga a sütés-főzés az is egyfajta emésztés. Amikor te főzöl, akkor ugye elkezded lebontani az ételeket. Amikor süt, megint csak belenyúlsz az étel szerkezetébe, olyan állapotba teszed, hogy emészthetőbb legyen a szervezetnek. De nem csak ez történik, hogy emészthetőbb lesz, hanem a tűzenergia belemegy az ételbe, hiszen közölsz kilógyult, tehát energiát az ételbe, és azt megint megeszed. És akkor sokkal táplálóbb lesz így. És a harmadik, hogy napon vagy. Tehát még mindig kimész, a természetben vagy, a napon vagy, a napfény föltölt téged. Tehát a tűz pránáját így is megkapjuk. Hát a levegő az egyértelműen a légzés által. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne pihegve, ne össze-vissza, ne szaporál lélegezzünk, hanem lassan, mélyen, egyenletesen lélegezzünk, mert akkor minden egyes mély légzéssel az oxigénen túl magunkba szívjuk az életerőt is, és mondjuk így föltöltjük magunkat. Meg ugye egyéb pránajám gyakorlatokkal is meg tudjuk mindezt segíteni. Az éterelem az a mindent átható tér, ott nem tudatosan töltjük magunkat, hanem a csakrákon, energiaközpontokon keresztül, a csakrák ezt automatikusan csinálják, ha szükséges, leadnak energiát a környezetből, környezetnek, vagy felvesznek energiát a környezetből, szükséges esetén tárolják, tehát mondjuk az éterikus elemből való töltekezés, az mondjuk egy ilyen automatikus folyamat. Tehát akkor így tudunk a pránához jutni, hogyha ezeket így, csináljuk, és ezekkel az elemekkel kapcsolódunk, akkor a testet föltöltjük, illetve ezzel párhuzamosan a tudatot is, és hogyha a prána ott van a testben, és megfelelően áramlik, akkor az jól fog működni. Tehát akkor ez volt a prána, a prána forrásai, feladatai, és akkor remélem így akkor már egyértelmű lett számodra, hogy mi is ez a prána. És akkor egy másik videóban majd elmondom neked, hogy a prána jáma, mi az, mert a prán és a prán a jogába így közösen jár, csak ahhoz, hogy arról tudjak beszélni, először erről kellett beszélni, hogy megértsd, hogy mi az az életerő. Hát remélem most ez sikerült, és akkor ezzel is gazdagabbak lettünk. Köszönöm szépen a figyelmet!